Legalább 63 kínzásra utaló nyomokat tartalmazó holtestet találtak a nemrég felszabadított Herson régióban, közölte a belügyminiszter. A hatóságok azonban arra számítanak, hogy még sok más börtönt és temetkezési helyet találnak, mondta Denis Monastirski, a de Telegraph beszámolója szerint. Eddig összesen 436 háborús büntényt fedeztek fel a terület orosz megszállása idején, köztük 11 fogvatartási helyet, amelyek közül négyet kínzásra használtak. Az elkövetett bántalmazások gyakori fajtái közé tartoznak az áramütések, a műanyag vagy gumibotos ütések, valamint a fogoly fejére helyezett gázálarc légző megcsípésével történő fullasztás, mondta a The New York Times-nak André Kovalenko a Hersoni területi ügyészség ügyésze. Más, korábban az orosz csapatok által megszállt területeken is találtak tömeges temetkezési helyeket, köztük olyanokat, amelyeken a civil holtestek kínzás nyomait mutatták.